Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Centrum Sakkiskola YouTube csatornáján. Én Juhász Kristóf nemzetközi mester vagyok, Ármin testvére. Nagyon szépen köszönöm Árminnak a meghívást. Nagyon sok videót láttam Ármintól, és nagyon-nagyon tetszik a munkássága, és azt is láttam, hogy milyen sokan szoktatok kommentelni Ármin videóihoz, és egy tök jó kis csapat, ilyen kis közösség alakult ki, úgyhogy az én videómhoz is írjátok majd, hogy mi a véleményetek, tetszett, nem tetszett, mi a véleményetek a partiról, amit nézni fogunk. Ezt a játszmát, amit most mutatok nektek, ezt a világbajnok jelöltek versenyen játszották, aminek, mint tudjátok, nemrég lett vége. Ezt a versenyt Nepomniachtchi nagy-nagy fölénnyel nyert, erről tudom, hogy Ármin csinált is videót. És viszont most nem Nepomniachtchiról lesz szó, hanem az egyik kollégájáról, Nakamuráról. Nakamurát azt gondolom, hogy nem kell, hogy bemutassam nektek, hát a világ egyik legközismertebb játékosa Magnus Carlsen mellett napjainkban. A világ egyik leggyorsabb, legtechnikásabb játékosa, aki hát nagyon-nagyon jól szerepelt ezen a versenyen. Radzsabovval mérkőzik ebben a párharcban, amit most nézünk, és Huszár D4. Indítsuk innen ezt a végjátékot. A mai témánk az, hogy végjáték Nakamura módra. Nakamurának azt gondolom, hogy egy elég nagy erőssége, hogy hogyan kezeli a végjátékokat, és nagyon sokat tanulhatunk tőle. Nagyon szépen, lassan, türelmesen játsza őket, ami egy sakkozónak, hát a minden szakaszában a partinak elengedhetetlen, hogy türelmesen kezelje az állást, de amikor végjátékhoz kerülünk, akkor meg pláne. Értékeljük ezt az állást. Ki az, aki jobban állít ebben a helyzetben? Tulajdonképpen én azt mondanám, hogy senkit, mert ez az állás véleményem szerint egyenlő, de mégis olyan egyenlő, hogyha választani kéne, hogy világossal vagy sötéttel szeretném ezt az állást játszani, akkor meg tudnám mondani, hogy én bizony világossal szeretném. De miért? Elsősorban két-három dolgot is fel tudnék sorakoztatni, ami miatt inkább a világost választom. Egyrészt a bástyánk ott B7-en eléggé szépen áll, és korlátozza a fekete figurákat. Másrészt a huszárunk egy picit-picit jobb, mint a futó most jelenleg. Nagyon aktív a centrumban a huszárunk. Harmadrészt, és ez egy nagyon fontos végjáték alapelv, hogy vezérszárnyi gyalogtöbletünk van. Mit jelent ez, hogy vezérszárnyi gyalogtöblet? A vezérszárny az, ami hogyha középen elfeleznénk a sakktáblát, tehát az E és a D vonal között ott elvágnánk egy ollóval, akkor az ABCD sorok az a vezérszárny, és az EFGH sorok az pedig a királyszárny. Hiszen a D van a királynő, az E a király. És azt szokták mondani, hogy akinek vezérszárnyi gyalogtöblete van, az mindig egy kicsit-kicsit kedvező pozícióból indul. Ez logikus, hogy már csak azért is, mint például ebben a példában, mert a királyok általában rövidre szoktak sáncolni, és akkor a vezérszárnyon, hogyha elindítjuk a töbletünket, akkor a ellenfél királyának egy hosszabb utat kell megtennie, hogy elérje majd a gyalogjainkat. Tehát három okot is felsoroltunk, ami miatt a világos jobban áll, egy nagyon-nagyon-nagyon picit, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a fekete jól védekezik, akkor mivel konkrét gyengesége nincsen neki, ezért tudja tartani az állását. Radzsabov kimondottan nagyon szívós játékos, úgyhogy nem kell őt félteni. Mit lépnétek itt most sötéttel? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Javaslom, hogy itt most állítsátok meg a videót, és egy kicsit gondolkozzatok el, hogy mi lenne az a lépés, amivel folytatnátok. Nagyon nehéz. Egyrészt a végjátékban egy másik alapelv, amit nagyon fontos megemlítenem, hogy a királyokat hozzuk a centrum felé. Tehát ahogy végjáték van, a királlyal közeledjünk a centrumhoz. Ez logikus, hogy csak a végjátékban megtehető a legtöbbször, hiszen hogyha a megnyitásba kihoznánk a királyunkat, akkor nyilván kapnánk egy óriási sakmattot, tehát a számításba sem jön. Viszont a végjátékokban kevés figura, nem lesz gondja a királynak, úgyhogy ideje ilyenkor hozni, és azzal is felvenni a harcot.
Király F7 felmerülne, de nem igazán tetszik. Nem igazán tetszik, mert pont belelépünk ott egy kötésbe, Király F7 esetén a hetedik sorba. Ott a hetedik soron ugye a bástya alapvetően nagyon-nagyon jól áll, ez is egy ilyen örök bölcsesség, hogy ez a bástya itt nagyon-nagyon jól áll. Úgyhogy nem szeretnénk itt az útjába kerülni egy visszintes kötéssel. Inkább valami mást csináljunk. Ott a vezérszárnyon eléggé merevek most jelenleg a gyalogjaink, tehát inkább a királyszárnyba gondolkoznék. És a partiban H5 következik, kicsit terjeszkedik a sötét, nem rossz lépés, de mégis adtam neki egy kérdőfelkiáltó jelet, hiszen azt gondolom, hogy ez valószínűleg csak a második legjobb lépés, és van ennél egy kicsit finomabb húzás. Ez a finomabb húzás, ez véleményem szerint a G5 lett volna. És itt mutatom is kis nyilacskákkal, hogy mi a tervünk utána. Alapvetően azt szeretnénk, hogy majd H5-öt tolni, H4-et, király F7-tel előbb-utóbb megindulni egy jó pillanatba, király G6-tal felhozni a királyt, és azért H5-H4-et szeretnénk tolni, mert akkor világosnak a gyalogjai ott maradnának G2-H3-on, és ez nagyon fontos, hogy az a két gyalog ott világos mezőn maradna ott. És nekünk világos mezős futónk van, és ez is egy nagyon-nagyon fontos szabály ilyenkor, hogyha világos mezős futónk van, akkor az ellenfél gyalogjait próbáljuk meg világos mezőkön rögzíteni. Ha sötét mezős futónk van, akkor természetesen a sötét mezőkön próbáljuk meg őket rögzíteni, úgyhogy ilyenkor a végjátékban is a logikus gondolkozás, mint mindig, az nagyon-nagyon sokat segít. G5-re itt egy példa, hogyha világos G4-el szeretne minket megállítani, akkor azt mondjuk, hogy semmi probléma, elindulunk a királlyal, valószínűleg a világos is hasonlóan tenne, húznánk egy király G6-ot, és minket semmi sem állíthat meg, H5-tel utána robbantunk, és megint csak a futó nagyon-nagyon hatékonyan itt a HG-gyalogokat támadni fogja, és világosnak a védelmére is nagyon-nagyon oda kell majd figyelnie. Szerintem itt sötét most már egy dekával sem áll rosszabbul, úgyhogy ez szimpatikus lett volna. H5 sem nagy hiba, de egy kis-kis-kis pontatlanság a véleményem szerint. Nakamura nagyon-nagyon-nagyon ravasz módon reagált erre. Természetesen, hogyha most egyet lépne a királyával az F2-re, nem lenne rossz lépés, de Radzsabov G5-tel ott megindulna, és akkor utána lehet, hogy H4-gel megint csak leszorítaná Nakamurát, és akkor megint világosan rögzülnének a gyalogok. Ezt Nakamura nem szeretné. Úgyhogy megint azt mondom, azt javaslom nektek, hogy egy kicsit-kicsit gondolkozzatok el, egy körülbelül másfél perc erejéig, hogy mit húznátok itt világossal, mi lehet egy ilyen ravasz végjátékos lépés, főleg itt elsősorban a királyszárnyra koncentrálva. H4. H4, ez egy nagyon-nagyon jó lépés. Erre fekete robbantott G5-tel és G3. Nagyon tetszik ez a koncepció, amit Nakamura most éppen csinál, hiszen áttette a gyalogjait sötét mezőkre. Sokkal-sokkal biztonságosabb helyen van ez a két gyalog, mert a futóval egyhamar nem fognak találkozni. Egyszerűen eltáncol mellettük a futó, hiszen tudjuk, hogy egy világos mezős futó ezzel a két gyaloggal sosem fog találkozni, amíg ott maradnak, mert sötét mezőre ez a futó sosem fog átkerülni. Sötét király F7-et húzott, felmerült volna a gyalog A5 is, ez sem rossz lépés, hiszen most a B5-öt nem lehet kiütni, mert a huszárral, mert akkor a bástya D1 sakk, és aztán bástya D2-vel ott a B2 gyalogot előbb-utóbb lenyerjük, és az ott nekünk csak jó lenne. És akkor bástya A7-re, gyalog A4-el feltolni a gyalogokat. Ez egy döntés kérdése, hogy a sötét szeretné egy előre rohanni a gyalogjaival, vagy sem. De a király F7, amit lépett a Radzsabov, azzal sincsen az égvilágon semmi gond. Hozzuk a királyokat a centrumba, világos is hozza az övét. Sötét király G6-ot lép, hiszen E6 fele nem tudna menni. Király E7 pedig egy óriási baklövés lenne, hiszen világossal itt egy azonnali nyerőlépés lenne, hiszen kötésben vagyunk, és ezt ki tudja világos használni egy huszár F5 lépéssel, és hirtelen kettős támadásban vagyunk, ami nem esne túl jól a fekete számára, úgyhogy muszáj G6 fele mennünk, de ez nem is baj. Király E3 világos
masíroz tovább a centrum fele. Nem tetszik, amit itt most lépett a fekete. Megint nem nagy hiba, egy pici hiba, de sok kicsi sokra megy, szokták is mondani. Itt halmozza, egyre halmozza Radzsabova picike-picike pontatlanságokat. Rá egyébként ez nem jellemző, mert tényleg a világ egyik legszívósabb játékosának tartják őt. De ebbe az állásba itt most eléggé el van merevedve a feketének a szerkezete, hogyha megnézzük a gyalog szerkezetet. A vezérszárnyon nem nagyon tudunk tolni a gyalogokon, jelenleg egyáltalán nem. A királyszárnyon se szívesen tolnánk a gyalogokon, mert például, hogyha lépünk egy G4-et, akkor király F4, még előrébb kerül a fehér király, még jobb pozícióban lesz a fehér, és itt a hétfogást majd rajtunk végre tudja hajtani, úgyhogy ez nem lenne túl jó. De fekete lép, és mi lenne az az állástartó lépés, amivel a legeslegjobban tudna úgymond passzolni a fekete, hát semmi extrát nem csinál, de azt mondja a fehérnek, hogy mutasd meg, hogy mit tudsz, barátocskám. Ezen gondolkozzatok el, hogy mi lenne a leglogikusabb lépés itt feketével, amivel tényleg átadnátok a fehérnek a lépést, de mégis korlátoznátok őt egy kicsit a mozgásában, és nem hagynátok azt a, főleg azt a D4 huszárt olyan virgonc módon ugrálni a táblán. Futó G4. Én erre a lépésre szavazok. Ez azért nagyon-nagyon tetszik, mert a huszárnak nagyon-nagyon sok mezőjét kontrollálja, tehát ugye erre is, meg erre is a futó most néz, és nem tud F3-ra, E2-re menni, mert akkor egyből ki tudnánk ütni. Persze huszár E2 az tisztveszteség lenne bástya E6 után, de nem tud hova menni a huszár itt a futótól errefele, és nagyon-nagyon szépen állít ez a futó, és egy álláserősítő lépés. Nagyon sokszor a végjátékokban, hogyha hátrányosabb helyzetben vagyunk, akkor nem kell csodákat tenni, és feltolni minden gyalogot, és valami mega kombinációt keresni, hanem szépen, türelmesen megvárni a sorunkat, és várni a fehérnek a következő tervét, hogy arra reagáljunk. A futó G4 ez egy tökéletes ilyen álláserősítő, állástartó lépés, az az egyik legnehezebb a sakkban egyébként. Még egy kis taktikai trükköcskét szeretnék nektek mutatni. Aki azt mondja, hogy a végjáték az száraz, és nincs benne taktika, nincs benne számolás, az nagyon-nagyon nagyot téved. Hiszen most is van egy tök szép kis trükköcske, hogyha lépne fekete itt egy futó F5-öt, akkor ez egy elég nagy hiba lenne, látszólag egy passz lépése futóval, de hogyha jobban megnézzük, akkor ez egy teljesen vesztő lépés, két kérdőjeles, és állítsátok meg a videót most egy picikét, és egy percre gondolkozzatok el, hogy világos taktikai úton hogyan tudnám megnyerni ezt a helyzetet. Bástya G7. Gyönyörű lépés. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Összegabajodnak a feketének a figurái. Ezt el kell, hogy fogadja a sötét. És huszár üti F5 után. Nem csak, hogy egy futót kapunk, hanem utána még egy bástyát is nyerünk. És mondanom sem kell, hogy a világos egy huszár forral, igencsak vidám terveket forral. Király E3. Tehát a futó G4 a konklúziónk, hogy az lett volna a legjobb védekezés. Bástya D5 következett. Ez tulajdonképpen egy passz lépés. Bástya A7-tel mögé kerüléssel próbálnak a mura pontot szerezni, akár csak a birkózásban. És bástya D6-tal visszamegy a fekete bástya. Radzsabov tulajdonképpen halkan, némán, de döntetlent ajánlott ezzel. Ez egy fél lépés ismétlés, ezt úgy szoktam mondani, hiszen fekete odalépett, és aztán visszament. Ezzel felajánlja a fehérnek azt, hogy te is gyere, és lépjél vissza, barátocskám, és akkor döntetlenezünk. Nakamura egyébként is egy nagyon bátor játékos, tehát a döntetlen az nem annyira a kenyere, de hogyha egy pici-pici előnye van, egy hangya hajszányi előnye is van, akkor ő már biztos, hogy nyerésre fog játszani. Úgyhogy ez egy kicsit naív gondolat volt szerintem a Radzsabov részéről, hogy ilyesfajta módon remizni akart Nakamurával, mert borítékolható volt, hogy tovább fog játszani a amerikai nagymester. B3.
futó E6. Most a fehérnek nem lenne túl előnyös a csere, hiszen huszerűti E6, báskűti E6 után ott fellélegezhetne a sötét. Ez is egy alapelv, hogyha mi vagyunk azok, akik presszionáljuk az ellenfelet, mi vagyunk azok, akik nyerésre játszanak, és szeretnénk így beszorítani pozíciósan az ellenfelet, akkor nem cseréljük a figurákat, hiszen azzal csak megkönnyebbülne az ellenfél, ez logikus is. Bástya C7. És most jön a döntőhiba tulajdonképpen a partiban. Nem is tudom, hogy mi járhatott itt a fekete fejében. Biztos vagyok benne, hogy itt már egy kicsit-kicsit össze volt zavarodva Radzsabov, hiszen azért lépésről lépésre nagyon-nagyon kell koncentrálnia, hogy tartsa a lépést Nakamurával, és tartsa az egált. Megint csak mit lépjen fekete? Semmi különöset. Egyszerűen csak tartsa az állását. Futó G4 vagy futó H3, én tuti ezt lépném. Tegyük fel, most futó H3, de tényleg futó G4-nek sincs semmi baja. Fehér visszamegy mondjuk A7-re. Mi megfogjuk magunkat, és vagy lépünk egy futó E6-ot, vagy akár egy futó F1-et, hogy így alulról a C4-ek ellen is egy kicsit védekezünk. És nem nagyon lehet látni, hogy fehér hogyan tud előrébb jutni. Esetleg egy A3-mal passzol egyet, bástya B6, a bástyával is tudunk passzolni. Az égvirágon semmi gondunk, bástya D7-re a futóval visszajövünk. Sötétnek teljesen jó az állása, és tartja az egyenlőséget. Ehelyett Radzsabov egy elég komoly hibát vétett, és bástya D5-öt lépett. Hirtelen itt az ember felsziszen magába, hogy micsoda, elnézett egy tisztet Radzsabov? Természetesen nem, tehát erről nincsen szó, azért 2753-as élőponttal egy lépésben nem szoktak elnézni tisztet. Minden előfordulhat ugye néha a sakba, de azért ilyen komoly hibáról nincsen szó. Az első kérdésem az lenne, hogyha világos most huszárüti E6-tal lenyerné a futót, akkor mi van sötét tarsolyában? Ez egy félperces kis mini kérdés. Mit tenne most fekete, hogy a anyagi egyenlőséget visszaállítsa? Természetesen bástya E5-öt lépett, nagyon jó, itt húzna egy kettős támadást, és egyszerre támadná a bástyával, ezzel a szuper bástyával a királyt és a huszárt, és amikor kimegy a király, akkor bástyát E6-tal tartaná az egyenlőséget, és nem tud tovább szivárogni a világos király, a sötétnek az állásába, ilyen király C5-ökkel. Ugyanis, hogyha ezt lépi a világos király, akkor bástya E3-mal hirtelen, hihetetlen aktívvá válik ez a bástya, és egyszerre két gyalogot is itt támadnánk, és hirtelen lehet, hogy fordulna a kocka, és a fekete kezd el nyerésre játszani, sőt, szerintem biztosan. Tehát huszárüti E6, az gyakorlatilag az egy csere lenne, itt bástyüti E6 után, világosnak ezt megbeszéltük az előbb, hogy nem lenne az érdeke a csere. De bástya D5, mégiscsak hibás lépés, világos lépés, mindössze 2-3 lépésből gyalogot tud nyerni. Egy tényleg egy egyszerű kis praktikus lépéssel, megint javaslom, hogy állítsátok meg egy picit a videót, és gondoljátok át, hogy mi lenne az a nagyon-nagyon kellemetlen húzás, amivel világos kis anyagi enőre tud szert tenni. Bástya C6. Kettős támadás. Nagyon-nagyon egyszerű. Nem cserélünk, hanem egyből bástya C6. És a bástya egyszerre támadja a futót, illetve az alhat gyalogot. Erre nem lehet mit tenni, hogy a futó C8-ról tudná védeni a sötét futó a gyalogot, de azt is leütné a bástya. Úgyhogy itt óriási bajba került Radzsabov. Bástya E5 csak, kiment a király egyszerűen, és most már el kell vinni a futót, nem maradhatunk ott. És bástya üti A6 után, itt Nakamura gyalog előnybe került. Ez ilyen szinten már általában döntő előnynek bizonyul. Egyébként ez még azért nem pofon egyszerű, mert Radzsabov itt egy kicsit megrázta magát, és minden erejét bedobva küzdött, amennyire csak lehetett. És Nakamura egy-két pontatlant közbe lépett. Jött G üti H, bástya E4. Most sötét célpontul veszi a H4 gyalogot, bástya D6, ide kergetjük itt a futót, bástya D8, futó G4, bástya D5, a B5 gyalog az mindenképp le fog esni,
De a H4 is nagyon úgy néz ki. Ide, futó D7, bástya C7. Menet közben ugye elértük a 40. lépést, ami után bónusz időt kaptak a játékosok, úgyhogy bőven-bőven volt itt idejük gondolkozni. Ide, huszár F3 próbálja maximálisan védeni a H4 gyalogot a fehér. Az lenne az álma, hogy úgy nyerje le a B5 gyalogot, hogy a H4-et nem kell odaadni, de azért a fekete sem adja könnyen magát. Ez a bástya E6, ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom lépés, és ez azt szeretné, hogyha például világos lépne egy óvatlan bástya B7-et, hogy itt hátulról megpróbálja a gyalogot piszkálódni, és majd ilyen huszár D4-eket akarunk, akkor sötéttel lenne egy nagyon-nagyon ravasz kis lépés, ami nem más lenne, mint a bástya A6, és hirtelen ilyen homlok támadással a bástya az A2 gyalogot azt lenyerni. Ez neki a terve, de természetesen Nakamura egy szempillantás alatt átlátta a helyzetet, és bástya A7-et lépett. Bástya E4, ide, ide, bástya D8, király. Jó helyen van most F7-en, úgyhogy fekete passzol a bástyával, bástya D2, visszapasszolunk, bástya D5, megint egy királypassz. A3, legalább egy picit-picit javít az állásának a mura, bástya E7, huszár D4, bástya E4. És most mondta azt a Nakamura, hogy na jó, hát most már eleget fárasztottam Radzsabov komát, és most már a B5-öt leütöm. És Radzsabov itt az utolsó esélyét is elszalasztotta a partiban. Bástyuti H4-et lépett, leütötte izibe a H-gyalogot, viszont lett volna egy sokkal jobb verziója a H-gyalog lenyerésének. Ez a bástya F4 lett volna. Bástya F4 sakk, és ebbe az a turpisság, ez nem tűnik úgy elsőre olyan fantasztikus lépésnek, csak egy ártalmatlan sakknak tűnik. De az a lényege, hogy a királyt odébb küldi. Uram, menjen az útból, azt mondja ez a bástya. Hiszen, hogyha király G3, akkor mi adogatjuk a sakkokat? Király F2, bástya F4. Király G2-re sose tud menni a fehér király. Miért nem? Ez megint csak egy félperces kérdés, vagy még annyi se. Hiszen futó C6 van ugyebár, tehát az természetesen megnyerni még a fekete a partit a kötés miatt. Kötve hiszem, hogy ez a bástya nagyon itt el tud menekülni. Hogyha pedig bástya F4 sakra, király E3 az E vonal fele menekül a király, akkor bástyuti H4-gyel boldogan leütjük a gyalogot. És persze ez még egy komplikált parti, majd nem azt mondom, hogy három esélyes, mert a fekete bástya eljön majd H1-re, elkezdi tolni a gyalogját. H4, H3, H2. És ez egy versenyfutás lesz. Fehér az A, vagy B, vagy C gyalogját fogja tolni, fekete a H-t. Tényleg bármi történhet egy ilyennél, de feketének nincsenek rossz esélyei. Tulajdonképpen egyenlő az állás. Viszont a partiba ezt a finom közbeiktatott kis lépést nem tette bele Radzsabov, leütötte a H4-et egyből. Erre következik huszár D4, sakk, ide, és az a baj, hogy most tempóval jön a király, elkergeti a bástyát, bástya D2, C4, és világos nyerve van, ugyanis még a H4-et, hogy meg tudja tolni a sötét, még ahhoz is időt kell, hogy veszítsen, tempókat kell rá, hogy pazaroljon, úgyhogy hoppá, jön C4-re bástya D3, sakk, ide, király H4, futó F7, bástya D8, bástya D1, A4, és egyszerűen a fehér gyorsabb lesz. Sakk ide. Most sakkal be tudott indulni a fekete, már kezdesz reménykedni, de király G2, természetesen közel maradunk a H-gyalokhoz, és támadjuk a bástyát egyszerre, bástya C1, és A5. Nagyon-nagyon gyorsak vagyunk, ez a gyalog már csak három mezőre van az átváltozástól. Igaz, hogy a sötét gyalog is, viszont ő nem tud beindulni H3-mal, mert értelemszerűen azt leütnénk. Király H5, tehát neki ez mégis egy hosszabb út. Király F2 következett. Ide. Bástya F8, megtámadtuk a futót. H3, bástya F7, H2, sakk. Most, hogyha H-vonalra megy a fekete király, akkor H-vonalon sakkot adunk a bástyával, és visszavédünk.
ide. Sakk. Elsőre úgy néz ki, hogy fekete megbolondult ezzel a lépéssel, de nem, nem, erről szó sincsen, mert király E5, és hogyha leütnénk a huszárral a bástyát, akkor bevinni királynőnek a fekete agyalogot, tehát az egyébként még ez se annyira egyszerű, de azért itt a sötét megnyerni ezt a partit, csak világosnak annyi anyaga van cserébe, hogy még ez se tiszta. De huszár G3 következett a partiban, sakk ide, sakk ide. Nagyon fontos, hogy egy lépéssel el lehetne rontani mindent. Például, hogyha király F2 jönne, akkor most állítsuk meg a videót, és gondolkozzunk el egy körülbelül másfél-két perc erejéig, hogy fekete milyen ravasz trükkel tudná a maga javára fordítani a partit. Bástyüti G3. Megint a taktika. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha fehér ezt elfogadja és leüti, akkor eltávolítottuk a védőfigurát és bemegyünk királynőnek, megnyerjük a partit. Hogyha világos helyesen reagál és lép egy bástya H7-et, akkor még döntetlenre azért meg tudja menteni a helyzetet, de el lehet rontani a nyerést azonnal egy ilyen óvatlan lépéssel. De persze Nakamura ezt király G2-vel átlátta azonnal, ide A6-tal tolja továbbra is a gyalogját, ide A7, hát most már nagyon-nagyon-nagyon elő van a gyalog, ide sakk, ide bástya B7, király C5, és már majdnem-majdnem ott a király visszaér a bástyához, és hogyha el tudná érni a fekete, hogy még az A7 gyalogot is lenyerje, akkor döntetlen lenne a parti, mert egy huszárral nem lehet megnyerni, viszont huszár E7-tel itt a világos egy ilyen gyönyörű, mágikus kis mazsinó vonalat csinál, amit egyszerűen nem lehet áttörni, mert nem lehet megközelíteni a bástyát, és ezek után szépen világos megy le akarja nyerni a H2 gyalogot, királya feljönni, és megnyerjük a meccset, tisztelőnnyel természetesen ez nem is kérdéses. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szép győzelem Nakamurától, Radzsabovnak megvoltak a maga esélyei a döntetlenre, a nyerésre nem volt esélye ebbe a partiba, de hogyha precízebben védekezett volna, akkor bizony meg tudta volna szerezni a döntetlent, a félpontot, ami a végelszámolásban egyébként nagyon-nagyon fontos lett volna neki, hiszen akkor akár a második helyre is be tudott volna futni, ami mint utólag tudjuk, persze akkor még nem sejthették, de világbajnoki páros meccset jelentett volna. Úgyhogy remélem, hogy nagyon tanulságosnak láttátok ezt a végjáték példát. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek. Írjátok meg azt is, hogy szerintetek Radzsabovnak még volt az a lépése, ami miatt elveszítette a partit, mi volt a legnagyobb hibája ebben a végjátékban. És még egyszer köszönöm Árminnak a meghívást, és remélem, hogy máskor is itt lehetek, és majd értékes tartalmakkal szórakoztathatlak benneteket. Köszönöm szépen mindenki figyelmét, és hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!